Köszöntöm nézőinket! Az Építészet 21 májusi adása egyfajta ünnepi összefoglaló az Ívüldíj kapcsán. Megemlékezünk a mesterről, bemutatjuk az idei díjazottakat, és felkeressük a tervezők munkáit is. Műsorunkban széltében, hosszában bejárjuk Magyarországot, természetesen Ívüld Miklós öröksége nyomán. Tartsanak velünk! Nem csak egy építész volt, hanem egy országjobbító ember. És egy országjobbító ember mindenkorban mindenkinek mindig fontos, akár építész, akár bármi más. Ő nem csak politikai szerepet vállalt, nem csak egy zseniális, óriási életművel rendelkező építész volt, hanem a közéletbe szerepet vállalt, a híres közmunkás tanácsában, itt, ahol állunk. Van egy kedves legenda, hogy Podmanickivel fel alá sétált, hogy ennek a drága Sziszinek valami szépet csináljunk ide a Dunapartra, ha kinéz az ablakából. Ezért fontos idő. Az alapszabályban célunk és feladatunk és kötelességünknél az első pontban szerepel Ívüld szellemi és fizikai hagyományának, mint nemzeti kulturális örökségünknek, és én azt hiszem, hogy ez Európa kincs is, ami körbevesz minket. Ennek a hagyománynak az őrzése leginkább továbbadása. Mindenki tudja meg, hogy az építészet a művészetekhez tartozik. Én úgy lettem építész, hogy Ívüldt nem tanultam, hogy az eklektika szitokszó volt. Hogy amikor elkezdtük 12 évvel ezelőtt az Ívüld születésnapot ünnepelni, 10 építészből 6 nem tudta, hogy mikor van Ívüld Miklós születésnapja. Tehát azt hiszem, hogy jó munkát végzünk, hogyha már 12-szerre 100-150 ember ünnepli Ívüld születésnapját. Ez a díj is, mint a Kossuth díj, a legsötétebb Rákosi időkbe indult, de hát aztán kinőtte magát. Volt egy csomó kiváló ember, aki megkapta méltán, és ezzel tulajdonképpen máig van értéke. A gigszerit az volt, hogy a korábbi kormányok alatt, vagy jó 10 éve is, előminősítő bizottságok is ilyen nagyon furcsa, sötét történetek voltak. Én 2 éve vettem át, az első dolgom volt, hogy azoktól az uraktól megszabadultam, akik ezt csinálták. Tavaly a Művészeti Akadémia, idén pedig a Magyar Építészek Szövetsége kezelte a díjat. Szerintem azóta rend van. Vitatható, hogy ez a legmagasabb építészeti díj, hát ezért mondjuk egy Kossuth vagy egy Széchenyi díj, ez nyilván följebb van, de amit egy halandó építész el tud érni, az valószínű ez a díj. Milyen szempontrendszer alapján lehet kiválasztani azt az ötöt, akit önök díjban részesítenek? Hát nagyon nehéz. Az építész szlogen erre, ez az építészeti minőség, amit tulajdonképpen a nem építészek számára egy ilyen gusztustalan kifejezés, az azt jelenti, hogy jó minőségű, átgondolt, mélyen átgondolt, érett, harmonikus. Vitruvisztől kezdve mindenki, Palladio, meg a mai építészet is három attribútumot mond, a harmóniát, a hasznosságot és egy állékonyságot, vagy egy ilyen statikaiség, a vász szerkezetet, Kalatrava, aminek a
nagymestere volt, ezeket említi. Itt tulajdonképpen ennek a három szempontnak a széleskörű elemzése. A valóságban ez így nagyon nehezen működne, ezek elállok egy technikai titkot, ez úgy működik, hogy van ugye 25 pályázó, és akkor minden zsűri tag, 5-6-7, mikor mennyi zsűri tag, ezek kiváló építészek, titkosan szavaznak arról, hogy ki az az 5 vagy 6 vagy 7, akit ők benne akarnak tartani. És ezzel tulajdonképpen szűkül a mezőny, és a végén ebből kialakul egy általában konszenzusos vélemény. Köszöntőben külön kiemelték, hogy idén végre egy hölgy is a díjazottak között van, ez ön. Ennyire férfi a szakmáról van szó? Én szerintem valóban férfi a szakmáról van szó. Nem tudom, hogy mondhatom azt, hogy ezzel sokszor megbotránkoztatom az embereket, hogy egy nő igazából soha nem fog kitalálni egy új épületet, tehát egy új dolgot, mert maga az alkotás, az egy új dolognak a létrehozása, az a teremtés, az nem női dolog. Az férfi dolog. A nő az ezt tovább tudja vinni, elmélyülhet benne, finomíthatja, érzékenyebbé teheti. De most ez önre is igaz? Az ön munkájára is igaz? Igen. Tehát ön így érzi? Igen. Én emlékszem, hogy egy nő eredeti újat, tehát egy teremtést ezt véghez tud vinni. Ugyanakkor nagyon férfias egy nő egy építészetben, azt meg kell mondanom, mert hogy végig csinálja ezeket a nagyházakat, ahhoz nagyon katonásnak kell lenni. Hogy az egy épület általában mindig jellemzi az embert, tehát az egész embert. Talán még a gotikában is észre lehet venni azt, hogy ha mondjuk az ember néz egy gotikus katedrálisok közül sokat, akkor lát köztük mérnökit, és lát köztük őrült katedrálist is, amikben benne van az építésznek az egyénisége. Na most ez az egyéniség, amit az ember az épületekbe átvisz. Hogyha veszünk egy skálát, az egyik vége van a mérnöki, a másikon pedig az őrült, akkor, és mondjuk ez 100 egységre van osztva, akkor ön hol helyezkedik el? Nem vagyok az őrültek között. De akkor a mérnöki között? Én a lelkesek között vagyok, ami nem egészen az őrült. Kevésbé őrült, de egy lelkes, munkaszerető ember, aki mindenképpen szerintem szereti a szakmáját, és mint nő talán a lágyabb vonalakat próbálja beletenni abba a szakmabeli tudásba, amit viszont megkapott és megtanult a Makovec iskolában, meg általában az egyetemen, mert ugye az épületnek kell lennie egy vázának, egy csontjának, egy tartószerkezetének, egy funkciójának, és utána jön már a térszervezés. A tablón szereplő épületekből, Bugyut ad-e kötelező kérdés, van-e kedvenc épülete? Ez mindenképpen egy laikus kérdés. Hát mindenképpen ez az épület, ami a alsó második sorban van, ez egy épület, ez egy óriási nagy tömb Sopronban, ami a rendszerváltásnak a hajnalán készült, és hát ez volt az első korai példája annak, hogy lehetne Sopronban egy ilyen barokk környezetben egy város részt szinte újra tervezni és újraépíteni, mert ennek a helyén ilyen garázsorok voltak, ilyen rettenetes, rendezetlen terület. Próbáltam a soproni hangulatot megragadni a belső udvaron. Számomra ez volt a legérdekesebb benne, hogy a 265-ös belmagasság volt az, amihez már hozzászoktak az emberek, de Sopronban a régi épületeken, a barokkban sokkal magasabbak voltak a házak, vagy nagyon kicsik voltak. Uh-huh. De most a kettő között kellett megtalálni egy olyan szintet, hogy a 265-tel csináltam volna a belmagasságokat, akkor ezek ilyen pici házak lettek volna, játékdarabok. És akkor én próbáltam ezeket arra a léptékre hozni, amilyen Sopronban hagyományos volt. Thank you.
1949-es törvénycikkük lehetővé tette a népi műemlékek védelmét. A Velencei Karta szerint a szerény építészeti emlékeket is védeni kell. Így jelentek meg az első műemlékhelyreállítások, ami azt jelenti, hogy már a műemlék felügyelőségnek a helyreállításai voltak. Az első jelentős műemlék helyreállítás 1961-ben született, Nagyvázsonyban a Schumacher ház, Mendele Ferencnek a munkája, ez már korszerű tervek szerint az ottani tervezési osztály bevonásával. Ezzel párhuzamosan folyt a falukutatás, a felmérések, a jegyzékbevételek. 1974-ben körülbelül 20-30 szakszerűen helyreállított népi műemlékünk volt, ezek nem csak tájházak, szélmalmok, magtárak, tanyák, szőlős pincék, temetők, tehát széles a skála, majd a miniszter tanács egy 10 éves programra támogatást biztosított. 1984-ben 200 fölé emelkedett a helyreállított népi műemlékek száma, ez azt jelenti, hogy Európában messze első voltunk. Mindig az eredeti helyén állítottunk helyre. Itt a szakma karakteresen helyreállt, a helyszínen meg nem menthető épületek skanzenekbe kerültek, és múzeumi tárgyá váltak. A helyszínen lévő épületek pedig ténylegesen, mint most is, népi műemlék definícióval rendelkeznek. Kezdetben faluképi épületek voltak, most már minden egységesen műemlék. Ezelőtt 6-8 évvel volt egy program, és körülbelül 20 darab mintaszerűen helyreállított épületet sikerült megmenteni, bár itt már elég szerények voltak a keretek. Utána megállt az élet. Most olyan költségek vannak, hogy egy kis település teljes értékű tervet már képtelen lenne csinálni állami segítség nélkül. Provizorikus időszakot élünk. Nagyon féltem a sérülékeny műemlékeket. A műemlék felügyelőség jogutódjai most vannak átalakulás alatt. Én várom, hogy szerencsés lesz ez az átalakítás, anyagilag is be lehet avatkozni. Most a feladatok a helyszínen megőrzendő épületeknél első, másod és harmadsorban építészeti beavatkozást igényelnek. Mennyire követi az ön által helyreállított épületek további sorsát? Noll Tamás a Magyar Építészkamara elnökének a javaslatára, illetve a bizottság javaslatára felkértek a építészkamarán belül egy népi építészeti munkabizottság megalakítására. Most dolgozunk, és próbálunk olyan partnereket keresni, ahol a szakemberek is beavatkoznak ezeknek a kincseknek a megmentésére és további megtartására. Amikor az ember megkapja ezt a munkát, ezt a nemes feladatot, mert ez tényleg az, akkor hogyan áll neki? Tehát mi az első gondolata? Hát nyilván megijed. Tehát ez az első. A második az az, hogy átgondolja, hogy hogyan lehet ennek nekiállni. És természetesen, mert Magyarország egyik legfontosabb barokk műemlékéről beszélünk, ezért itt az alapos tudományos kutatás, illetve a története a kastélynak, építéstörténete, művészettörténeti vonatkozásainak a megismerése az elsődleges feladat. Ugye ez egy rekonstrukció, ahol nagyon pontosan meg kellett tudni azt, hogy mi volt, mely időszak, mely történeti kor építészeti arculatát kívánjuk rekonstruálni. A homlokzaton, vagy adott esetben a tisztartói épület együttesnél a
megmaradt romokból mi az, ami feltétlen megtartandó és bemutatandó. És inkább ilyen szemmel néztük végig a tudományos dokumentációk alapján, hogy hogyan is lehet ennek nekiállni. Egy rendkívül nagy munka volt annak a felmérése, hogy mondjuk a kastély homlokzatán hányféle ornamentika, oszlopfejezet, a nyíláskeretezéseknek a változatossága, a kovácsolt vaskorlátoknak a különbözősége, amit mind-mind egyenként fel kellett mérni, ezt dokumentálni, és a beavatkozásnak a lépéseit is le kellett dokumentálni és terv szerint elkészíteni. Úgyhogy ez inkább egy ilyen nagyon elmélyült, aprólékos, részletes, és hát a későbbiek folyamán a kivitelezésre alkalmas tervezést jelentett. Egy ilyen esetben mennyire szabad és mennyire lehet kompromisszumokat kötni? Vagy hát nagyon kötött az ön keze, nem? Azt hiszi a laikus. Mindig kompromisszumokat kell kötni, tehát hogyan mondjam, elmúlt az a meccenatúra, ami mondjuk a reneszánsz idején még megvolt. Azt gondolom, hogy a szabadság ebben a helyzetben még a pénzügyi lehetőségek mellett is sokkal korlátozottabb, hiszen arra kell koncentrálni, hogy az adott kornak megfelelően készüljön el, álljon vissza eredeti fényébe a kastély. Nyilván a következő kérdésre nincs egyértelmű válasz, de melyik típusú munkát szeretné, vagy ha kap egy teljesen újszerű épületnek a megbízását, vagy egy ilyen, vagy ehhez hasonlót, hogy rekonstruál egy épületet? Mindegyiket szeretem, mindegyikben megvan a maga sajátos izgalma, amit megtalálhat az ember. Egy új épület esetében nyilván sokkal jobban kifejezheti a saját gondolkozását a dolgokról, mint egy meglévő épületnek a rekonstruálása kapcsán. De azért ennél a Fertődi kastélynál is a tisztartó épület együttesben a Báb Színház rekonstrukciója elsősorban a belső terek tekintetében úgy gondolom, hogy azért megmutatja azt is, hogy mondjuk mi mai építészként hogyan tudunk hozzányúlni úgy ehhez az értékes épülethez, hogy megmutathassuk mi is, hogy mit teszünk hozzá a mi korunkból ehhez az épülethez. Már én már harmadik éve töltöm be ezt a dékáni pozíciót, amit nagyon nagy megtiszteltetés, tehát egy generációváltás történt a karon. Természetesen, amikor egy ilyen feladatot elvállal az ember, akkor azért végig gondolja, akár a pályázat megírása kapcsán, hogy mik azok a feladatok, amiket meg szeretne oldani. Én is tulajdonképpen ezért döntöttem amellett, hogy ezt a pozíciót elvállalom, amellett, hogy elhivatott építész vagyok, és az oktatásban is azért a vezetői megbízása mellett próbálok részt venni. Magyarország egy jelenleg nem túl kúrens régiójában található a Pécsi Tudományi Egyetem, azon belül a Pollak, de talán pont ebből a pozícióból adódnak olyan esélyek a régió fejlesztésében, amit itt a műszaki területen és ezenből az építészetben is ki tudnánk használni. Mire gondolok? Az egyik az ez a gyakorlatias képzési forma, olyan piaci szereplőkkel, de akár a várossal, a régió szereplőivel, más tudományterületek, szakmák képviselőivel próbálunk olyan témákat kidolgozni, amelyeknek az alapvetése az a fenntarthatóság, a kék gazdaság, tehát egy olyan gazdasági ágnak a kialakítása, ami azokat a gazdasági, környezeti, társadalmi hatásokat komplexen kezeli, amik nélkül tulajdonképpen egy fejlődés nem indítható be. Egy kutatóközpontot épít az Egyetem Science Building munkanéven,
amelyben a természettudományi és egészségtudományi kutatások mellett a műszaki tudományok is helyet kapnak. Ez is egy olyan terület, úgynevezett transzdisziplin terület, egy tudományágokon átívelő terület, amit ott kutatni szeretnénk, ezt a karon belül egy tanszék alapításával is szorgalmaztuk, ez az energiadizájnnak hívjuk, amely egy olyan holisztikus, komplex formája az építészeti tervezésnek és megvalósításnak, illetve aztán az üzemeltetésnek, fenntartásnak, amely figyelembe veszi az általános klimatikus, de az energia szektor jellegzetességeit, de természetesen a környezeti hatásokat is vizsgálja, és akár gazdasági, társadalmi vetületeit is nézi az építésnek. Véleményem szerint ezek a kutatási irányok kellően haladóak és egybevágnak a nemzetközi trendekkel. Ha ez a kutatási bázis megvalósul, akkor még attraktívabbak lehetnek ezek a kutatási témáink. Ez a legfőbb vízióm a Pollakkal kapcsolatban, hogy amellett, hogy az alapképzésben, mesterképzésekben, szakirányú képzésekben, doktori képzésekben betölti azt a szerepet, amit egy egyetemi kartól elvárnak, emellett ez a gyakorlati, és tényleg a felhasználóknak, a régiónak, a városnak egy olyan partnere legyen, ami ezeknek a tényleg kézzelfogható fejlesztéseknek egy szereplője. Ha ezt meg tudjuk valósítani, akkor én úgy érzem, hogy betöltöttem azt a részfeladatot, amit a Pollak életében ebben a pozícióban, meg mint elhivatott oktatója betölthetek. Az építészetnek a formakincs egy nagyon rejtett kódolt nyelv, és ezen a kódolt nyelven nagyon sokat kell, hogy mondjam, tornászni, míg az ember megfejti egy-egy betűjét ennek a nyelvnek. Én nagyon korán, 20 éves korom óta foglalkozom különböző írásoknak a olvasatával, ez lehet akár szakrális, vagy akár abszolút egy nyelvtudományi kategória. És ezt megpróbáltam átplantálni az építészet nyelvére. Tehát én addig nem nyugodtam például, amíg egy Sikedanca Albert épületet ugyanúgy meg nem festettem, meg nem szerkesztettem, meg nem rajzoltam. Tehát rengeteget foglalkoztam a századfordulós nagy építészgeneráció alkotásaival. És akkor jöttem rá, hogy hoppá, a klasszikus építészet meg tud szólalni, csak annyi kell hozzá, hogy foglalkozni kell vele. Tehát egy hétig kell szerkeszteni, és akkor az a formakincs már az enyém. Ezek a letisztult formák, amiket én látok laikusan, ezek is akkor sok-sok hetes szerkesztői vagy tervező munka eredménye, mert elmegyek egy-egy házad mellett, és tudom, milyen egyszerű forma, és mégis van benne valami. Igen, tehát nagyon nehéz ezt megérteni, tehát meg kell védjem a modernista építészeket, tehát rengeteget foglalkoznak, tehát amíg a klasszikus szerkesztésből eljut oda, hogy egy tiszta kubus lerajzol, ő, hogyha jó esetben végigmegy ezen a folyamaton, tehát hogyha egy modernista háztól nem tudunk elszakadni, annyira tetszik nekünk, amögött az van, hogy ő végig belerajzolta az építészet történetet. Filmrendezők szokták mondogatni azt, hogy ha elkészül egy film, akkor már nem nézi meg, mert biztos, hogy másképp csinálna valamit. Ez az ő szakmájukra igaz. Te el tudod engedni egy-egy épületednek a kezét, vagy utána még foglalkozva, hogy megállszolod, hogy itt lehet, hogy másképp lehet volna csinálni? A mester úgy tanította, hogy a fércmű az az ember nyakán marad, az alkotás pedig természetesen válik le alkotójáról. Tehát ez akkor áll a rendezők része is ez a kérdés, de az építészet ugyanez, mert mi is csak tereket rendezünk, nem történeteket. Ha nem sikerül, akkor az ember nem megy ki belőle gyorsan az épület. Amelyik jól sikerül, az azonnal kimegy, azzal már nem is foglalkozik többet. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Műsorunkról bővebb információkat találnak a www.építészetxxi.hu lapon, valamint folyamatosan tájékozódhatnak forgatásainkról a Facebook oldalunkon is. A viszontlátásra!